Sziasztok, Vég Dániel vagyok, és ez itt az Egycsepp Figyelem Alapítvány YouTube csatornája, azon belül is a Diab Mindennapok videósorozat, amiben a mai alkalommal, a hivatásommal, a fogorvostársal fogunk egy picit foglalkozni, illetve elmondok nektek néhány olyan tanácsot, amit a mindennapokban tudtok hasznosítani. Kezdjünk is bele! Miért lettem fogorvos? A cukorbetegség az szerepet játszott a pályaválasztásomban, ugyanis mindenképpen egy olyan pályát szerettem volna választani, ami az egészségügyön belül található, az embereknek tudok segíteni, viszont a beavatkozásokat tudom tervezni, ami azt jelenti, hogy van időm közben akár vércukrot mérni, akár hogyha leesett a vércukor szinten valamit enni, és amikor én nálam ez kiderült 11 évvel ezelőtt, különböző diabéteses technológiák nem jártak még olyan szinten, hogy akár 5 percenként tudtam volna ellenőrizni a vércukorszintemet, és mivel a fogorvoslás során, a fogorvosi ellátások során egy-egy beteg ellátása az extrém esetben haladja meg a 1,5-2 órát, ezért úgy gondoltam, hogy ez egy olyan pálya, ahol én a saját beosztásommal nagyon könnyen tudom igazítani, és egy viszonylag szabad életet tudok élni. A betegek között tudok szünetet tartani, és az étkezésemet ezt tudom tervezni. Ezt mindenképpen javasolnám mindenkinek, hogy amennyiben lehetséges már, ugye erre is gondolni kell, hogy milyen hivatást választ az ember, legyen ez akár fizikai, akár szellemi munkavégzés. Ezeket a dolgokat, ezeket érdemes előre megtervezni, hogy a későbbiekben minden könnyebb legyen. A nagy szerencsém van, hiszen a jelenlegi technológiák lehetővé teszik azt, hogy a vércukorszinten ellenőrzésén kívül különböző hangjelzéseket vagy figyelmeztetéseket kapjak a munkám során. Ez nagyon megkönnyíti azt a dolgot, hogy a betegkezés során ne forduljanak elő váratlan helyzetek, illetve hogyha elő is fordul, akkor erre minél gyorsabban és minél hatékonyabban tudjak reagálni. Jelenleg a Semmelweis Egyetem fogpótlásnak nékelyen dolgozom egyetemi tanársegédként, mivel nagyon-nagyon elégedett vagyok, nagyon szeretek itt dolgozni, hiszen a mindennapi kihívások mellett az időmet az oktatásban, a kutatásban és a klinikai munkában is meg tudom találni. Hogyan is néz ki egy napom fogorvosként? Felkelek, vércukorszintet mérek, és utána reggelizni kell. A reggeli után pedig a munkahelyemre bemegyek, és a napi feladataim azok különbözők lehetnek. Gyakorlatok tartása, ami azt jelenti, hogy fogorvosnak hallgatók részére szervezünk előadásokat, gyakorlatokat, tehát betegkezelést, ahol felügyeljük az ő munkájukat és segítünk nekik a problémás, illetve kérdéses feladatok esetén. Ezen kívül a feladataink közé tartozik természetesen a vizsgákon való részvétel, oktatóként itt az idősebb kollégák, a mentoroknak a munkáját segítjük. A betegellátáson kívül a kutatásra is nagy hangsúlyt fektetek, és az én témám a cukorbeteg paciensek fogorvosi szövődményeinek vizsgálata, amely egy bő téma, ebből szereztem meg a PhD fokozatomat 2019-ben. Nyilván minden kutatásnak a végeredménye az a publikáció. Nagyon szerencsés vagyok, hiszen nem csak a szakmát szeretem, hanem a cukorbetegség miatt egy fokozott érdeklődésre is követem ezt a területet. Részt vettem a cukorbeteg paciensek fogorvosi ellátásának alapelveit megfogalmazó nemzetközi konszenzus riportban. Nagyon fontos például az is, hogy én a kollégáim előtt nem titkolom ezt a betegséget. Minden kollégám tudja, hogy én cukorbeteg vagyok, és ennek megfelelően, hogyha bármilyen rosszul létem lenne, akkor ők pontosan tudják azt, hogy nekem akkor szénhidrátra van szükségem, és akkor segíteni tudnak nekem. Az Egycsepp Figyelem Alapítvány minden évben világnapi rendezvényt szervez, amelyen a munkacsoportunk, a diabéteses fogászati munkacsoport is ingyenes fogorvosi szűrővizsgálatot biztosít a jelenlévő cukorbetegek részére. Ez egy olyan vizsgálati lehetőség, amely korábban betegrendezvényeken nem volt elérhető, így ezeken a betegrendezvényeken került először megrendezésre fogorvosi szűrővizsgálat.
a világnapi rendezvényeken átlagosan több mint 100 orvosbeteg találkozót tudunk megvalósítani. Amennyiben további kezelésre van szükségük, természetesen ezeknek a betegeknek a Semmelweis Egyetem biztosítja a fogorvosi ellátást. Számomra az egyik legérdekesebb feladat viszont tényleg a cukorbeteg paciensek ellátása. Nagyon sok egyes típusú cukorbeteg ismerősöm és barátom van, akik számára azt szerettem volna, illetve mindenkinek, aki egyes típusú cukorbetegséggel él, egy ellátási lehetőséget biztosítani, hiszen az egyes típusú cukorbetegek esetén ezeket az adatokat regisztrálva tudunk a jövőben segíteni a cukorbetegek ellátásában, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. A klinikai munkánk az nagyon fontos, és a diabéteses fogászati munkacsoportunknak a Magyarország és a nemzetközi publikációi segítették azt a elismerést, hogy a Nemzetközi Diabétesz Társaságon belül, ami a világ egyik legnagyobb cukorbeteg, illetve beteg szervezete, számítanak a munkánkra, így hogyha bármilyen fogászattal kapcsolatos kiadványt adnak ki, illetve bármilyen ezzel kapcsolatos vizsgálat történik, vagy projekt, amiben a Diabétesz Társaság, a Nemzetközi Diabétesz Társaság be van vonva, akkor megkeresnek minket, hogy segítsünk és vegyünk részt ebben a feladatban, hiszen nekünk van ehhez a legnagyobb tapasztalatunk. Olyan innovatív műszereket, olyan innovatív eljárásokon dolgozunk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy eddig meg nem vizsgált paramétereket tudjunk a fogorvosi rendelőben megnézni, és ezzel is segítsük a cukorbetegek ellátását, illetve műszereknek a fejlesztését, innovatív technológiák bevezetését. A 10 legfontosabb pontot még el fogom mondani, amivel tehetünk annak érdekében, hogy a szájüregünk egészsége megfelelővé váljon. Az első, rendszeres otthoni fogmosás. Ennek időtartama legalább 2 percig tartson, reggel és este, és ügyeljünk arra, hogy fogkefénkkel a fogaink minden felszínét igyekezzünk megtisztítani, a külsőt és a belsőt egyaránt. Második, a helyes fogmosási technika. Rendkívül fontos, hogy helyes fogmosási technikát alkalmazzunk, körkörös, apró mozdulatokkal igyekezzünk megtisztítani a fogainknak minden felszínét. A sikáló mozdulatok helyett érdemes ezt a körkörös mozdulatot elvégezni annak érdekében, hogy minél kevésbé károsítsuk a fogmosással a fogainkat. Ezért is fontos például, hogy a kemény vagy közepes fogkefe helyett igyekezzünk a puhább fogkeféket használni. Figyelem! A túlerősen végzett fogmosás károsíthatja a fogaink és az ínyünk szerkezetét, ezért mindig körültekintően járjunk el. Harmadik. Számít, hogy milyen fogkrémet használunk. Fontos, hogy jó minőségű fogkrémet használjunk, amely tartalmaz minden olyan összetevőt, ami a fogaink és az ínyünk felszínét megtisztítja. Kivehető fogpótlások esetén szintén meg kell tisztítanunk a fogpótlást és a fogpótlás alatt lévő nyálvári területet is. Gyerekek számára speciális típusú fogkrémet használjunk, ami a fogkrém csomagolásán életkornak megfelelően jelezve van, hiszen a kisebb szervezet számára más összetételre van szükség. Ennél részletesebb információkért érdemes felkeresni fogorvosunkat, aki segíteni tud eligazodni ezekben a kérdésekben. 4. Használjunk fogmosás után fogsejmet. Fogmosás során a fogaink egymás felé lévő felszínét is meg kell tisztítanunk, ezért a fogmosást fogsejmezés kell, hogy kövesse. A fogsejemmel a fogak egymás felé tekintő felszíneit tudjuk megtisztítani. Fogorvosunk ajánlására használhatunk interdentális fogkefét is, a méretek kiválasztását viszont bízunk szakemberre. 5. Szájvizet is használható. A szájvízzel történő öblögetés nem helyettesíti a mechanikai tisztítást, ezért fogmosás után, illetve fogsejmezést követően van lehetőségünk a szájvízzel való öblögetésre. Nagyon fontos, hogy a szájvízből alkoholmentes formát válasszunk, hiszen ez irítálja legkevésbé a nyálkártyánkat. 6. pont. Az ellenőrzés bízzuk fogorvosra. Fogorvosi találkozás bele kell, hogy épüljön a mindennapi rutinunkba. Ugyanúgy, ahogy a különböző laborvizsgálatokra, illetve különböző ellenőrzésekre eljárunk, az évenkénti fogorvosi ellenőrzés szintén nagyon fontos az egészségünk megőrzése érdekében. Az évenkénti, fél évenkénti ellenőrzés segíthet nekünk abban, hogy a problémák már kialakulásánál fogva kiderülhessenek, még mielőtt a probléma nagyobb méreteket öltene. 7. pont. Vérzik az ínyem, mit tegyek? Keresse fel a fogorvosát. Nagyon széleskörű tárháza van azoknak a praktikáknak, amit a magyar ember használ a szájüregi problémák, szájüregi ínyvérzés esetén. Kérem, ezeket korlátozottan használjuk, és hogyha vérzést tapasztalunk, akkor forduljunk fogorvosunkhoz, hiszen komolyabb problémája a háttérben. 8. pont. Eszközeinket cseréljük rendszeresen. A
fogkefék akkor tiszt a legjobban, amikor a sörtei szép egyenesen állnak. Amikor már úgy látjuk, hogy a fogkefék sörtei nem sorban, hanem rendezetlenül állnak, akkor érdemes ezt kicserélni, és egy új fogkefét vásárolni. 9. pont, figyeljünk oda táplálkozásunkra. Egyáltalán nem mindegy fogalmazási szempontból, hogy milyen ételeket és italokat fogyasztunk, hiszen ez nem csak az általános egészségünket, hanem a fogaink és az ígyünk állapotát is megváltoztathatja. Mindenképpen kerüljük a cukros ételek és italok fogyasztását. A szénhidrát tartalom, illetve a cukor csökkentésével kevésbé vannak fogaink kitéve, hogy kiukadjanak, és mindenképpen érdemes a savas ételeket és italokat szintén kerülni, hiszen ezek is az ománc szerkezetét károsíthatják. 10. pont, hagyjuk el rossz szokásainkat. A dohányzás igencsak negatív hatással van az általános egészség mellett a szájüregünk egészségére is, ezért mindenképpen érdemes a dohányzást vagy elhagyni, vagy a szívott cigaretták számát csökkenteni. A dohányzás elhagyása mindenképpen javítja az egészségi állapotunkat, nem csak az általános egészséget, hanem a szájüregünk egészségét is. Vigyázzunk a magunk és a szájüregünk egészségére is.